A Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően modern, korszerű kondenzációs kazánt szereltek be a hivatal épületébe, valamint az ingatlan külső-belső festést is kapott. A település központjában korábban felújított közösségi ház épületéhez harmonizáló külső homlokzati szint kapott a teljes felület, így egységes megjelenést eredményez a lakosság számára. Gázkazánunkat le tudtuk cserélni, úgyhogy egészen büszkén mondhatom, hogy szinte most már az összes közintézményünk átesett egy energetikai korszerűsítésen. Az átadón Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondja, nem csak az önkormányzat épülete újult meg Gerjenben, hanem az elmúlt időszakban az egészségügyi központ, játszótér, a közösségi ház, jelenleg épül az új bölcsöde és óvoda toppos forrásokból. A község úthálózata is fejlődik, hiszen a bekötő utat épp most újítják fel, valamint megkezdték a Gerjen-Paks út megépítését. Ezek a beruházások mind állami támogatással valósulnak meg. Olyan fejlődés előtt áll, ami szerintem mindig azt szoktam mondani, a legnagyobb nyertes a Paks atomi beruházástól nem Paks lesz, mert ott már ugye kicsit túl zsúfolt, meg dugók alakulnak ki a város szerkezete miatt. Itt a legnagyobb nyertes az Gerjen lesz, hisz nem csak a településen belül, hanem szeretnénk ide dolgozunk a ipari park, a híthoz kapcsolódóan lehetőség lenne új ipari terület kialakítására és lakóparkba is. Süli János hangsúlyozta, mennyire fontos nekik a települések népesség megtartása, amelyre jó lehetőséget nyújtanak a Magyar Falu Program támogatásai, valamint a térségben készülő Paks 2-es beruházás is.